Fontos beruházás végére tett pontot november 20-a. Ezen a napon adták át ugyanis az uniós forrásból és a főváros irányításával elkészült Pest-Észak árvízvédelmi szakasz Újpestet érintő védvonalainak egy részét. A 35 ezer ember és az ivóvízszolgáltatás biztonságát is szolgáló fejlesztés állomásait a főpolgármester helyettese sorolta a Megyeri Csárda tövében tartott projektzáró rendezvényen. Itt megvalósult egy szakasz, és megvalósult a tervezése, tehát megterveztünk két további védművet. Ugye mi volt itt a probléma? Az árvíz rávilágított arra, hogy a meglévő védelem kevés, megállapításra került egy új mértékadó árvíz szint, és ahhoz kell igazítani a védekezési magasságot, a vízárást kellett javítani, és hát nyilván egy olyan védmű épült, ami alkalmas lehet arra, hogy az Euróveló kerékpár úthoz tudjon csatlakozni. Ami ugye igazán izgalmassá tette ezt a helyzetet, mert mindig ilyen egyszerűnek tűnik, hogy jó, akkor van egy terület, amit védeni kell, az ott élő embereket, az ott lévő vagyont, az ott lévő vízművek telephelyet, de közben beszélünk arról is, hogy itt van egy védett természeti terület, a Palotai sziget, és egy természetvédelmi területben beavatkozni az csak a lehető legkritikusabb esetben lehetséges. Tehát, hogy úgy kellett a kivitelezőknek gondolkozni, tervezni és megvalósítani, hogy közben minél kisebb bolygatást jelentsen ez a természetvédelmi területen. És néhány adat a műszaki tartalomról a számok szerelmeseinek is a kivitelezőtől. Ahol most itt állunk, ez az északi végszelvénye a műnek. Innen tulajdonképpen 1,6 km hosszban készült el árvízvédelmi mű. Részben földműből, tehát földi által létesült, illetve ez földgát esetében ugye 1 kilométer hosszú, és vasbeton támfal védmű esetében pedig 600 méter hosszú védmű létesült. A koronaszinten kialakítottunk 1,6 kilométer hosszan 4 méter széles aszfaltpályaszerkezetű vagy burkolatú útpályaszerkezetet, melyet ugye az Euróvelő kapcsán kerékpár felvezetésre alkalmas lesz teljes mértékben. Arról, hogy mindez miért volt különösen fontos Újpestnek, Tüttő Kata részletesen is beszélt. Ugye a 2013-as árvíz, biztos emlékeznek rá az újpestiek, hogy azért az rég nem látott vízszinteket hozott, és elöntött olyan területeket is, amit nem kellene. És ugye akkor nyilván, aki felelős ezért, fővárosi önkormányzat, ugye ezt még az előző városvezetés időszaka, elkészült egy komolyabb tanulmányterv arra, hogy mi történik akkor, ha nem 100 évente jön egy ilyen árvíz, hanem még a mi életünkbe jön, meg egyébként is nyilván kell erről gondolkozni. És ugye kiderült az, hogy ez a szakasz azért nem áll annyira erős lábakon, hogy mondjuk még egy ilyen árvizet, mint a 13-as megtartson. Mostanra pedig elkészült, és remélhetőleg épülhet is tovább a védműrendszer egy fontos szakasza itt és a Duna szembe partján. Sikerült megvalósítani egyszerre a budai oldalon, gyakorlatilag megépült Pünköstfürdő és az Aranyhegyi parti védmű, és most a következő időszakban a római parti védmű szakasz. Itt pedig Észak-Pesten megépült ez a mű, ahol itt most állunk. Megtervezésre került még további kettő kiegészítő, és abban bízunk, és erős reményünk van erre, meg biztatásunk a magyar kormánytól, hogy az új európai uniós költségvetésből lesz pénz arra, hogy be tudjuk fejezni mind a két oldalon a művet, és ezáltal biztosítva lesz az élet- és vagyonvédelem. Ez a legfontosabb. De ugye itt van ez a természetvédelmi terület, aminek nagyon örülünk, hiszen mi próbálunk minél több területet megőrizni abban a maga természeti sokféleségében. Ez egy városban nem könnyű, hiszen versenyez egymással a közmű, az út, a villanyvezeték és az élet, és ezeket próbáljuk összehangolni, úgyhogy ebben nagyon fokozott figyelem és együttműködés kellett. És ahogy látjuk, megépült az Európát átszelő bicikliút, az Euróveló hálózat egy igencsak látványos szakasza is, amely csatlakozhat majd a Dunakeszi-Beringa úthoz, és a főváros felé gurulhat tovább.